Részből készült emléktáblát avattak fel a Vörös Marti Kör és a Vörös Marti Társaság néha íróinak, művészeinek emlékére a Kossuth utcában kedden. Bobori Zoltán, író-költő, a Vörös Marti Társaság tagja úgy fogalmazott, kötelességük volt emlékezni és emlékeztetni az elődeikre. Azt hiszem, hogy ez a társaságunk életének egyik nagyon felemelő, szép és emlékezetes pillanata. Remélem, hogy akik megfordulnak itt ebben az udvarban, és meglátják ezt a táblát, akkor meg fogják érezni, hogy ezt nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel készítettük az elődeink emlékezetére. Az emléktábla avatón Szabó Bakos Györgyné önkormányzati képviselő is jelen volt, aki kiemelte, amíg van rá igény, amíg van, aki ápolja a hagyományokat, addig támogatni kell a kultúrát. Úgy gondoltam, hogy amikor a Babori úr megkeresett, hogy ez a szándékuk, én úgy gondolom, hogy a kultúrát manapság, főleg az írott könyveket, verseket mindenképpen támogatni kell, mert az be a világba annyira el van hanyagolva ez a terület. Vörös Marti Társaság emléktáblája Kocsis Balázs szobrászművész alkotása, amely méltó módon hirdeti, hogy a jelenlegi tagok követőjőseiknek, és hogy igazán büszkék rájuk.